Tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket Szombathelyi Ma című közéleti magazin műsorunkban. Ma is sokféle témával várjuk Önöket, beszélgetünk a Szompark ügyvezetőjével az aktuális városi kertészeti munkákról, képes összefoglalót készítettünk a 3-as határi államfői találkozóról. Itt lesz velünk a Szombathelyi Kórház mellkassebészeti osztályának főorvosa, akivel a dohányzás ellenes világnapról beszélgetünk, és összefoglalót láthatnak a múlt heti Premontrei gáláról, műsorunk utolsó felében pedig egy picit régészkedünk majd. Bízom benne, hogy elnyeri az Önök tetszését ezeknek a témáknak az áradata. Hamarosan kezdünk. Nos tehát, műsorunk első vendége, a Szompark ügyvezetője. Köszöntelek sok szeretettel, Dávid. Kis Dávid egyébként. Vágjunk is bele gyorsan a sűrűjébe, hogyan sikerült a tavaszi kertészeti munkálatokat lezárni a városban. Nyilván itt most a fák metszésére gondolok. Ez egy egészen hosszú folyamatot tehetett ki, hiszen a város zöld kis szigetei elég gazdagok a fák lefedettségét illetően. Annál is inkább, mert hát igazából a fáknak a metszése az főképpen télen, a tél utolján zajlik. Nekünk ezt március végéig kellett lezárni, úgyhogy azok a munkálatok március végén záródtak le, és most már főként a tavaszi munkálatok zajlanak. Hát a metszések azok sikerrel zárultak, gyakorlatilag 1400 fának a metszése megtörtént. Ez egy elég jelentős szám, hiszen szükség is van rá, mert hát a Szombathelynek elég nagy a faállománya, és hát ez minden évben igényli a metszést. Hát jelenleg, ami benne vagyunk a szezon közepében, már ami a fenntartási munkálatokat jelenti, hiszen ilyenkor a legtöbb a munkavégzés a közterületeken, főképpen a fűnyírás, közterületi növényvédelem már folyik, és hát elkezdtük az egynyári növények beültetését, emellett természetesen ugyanúgy egy-egy metszést ugyanúgy végrehajtunk, hiszen szárazágok, elszáradt fák mindig lesznek, emellett a szökőkutakat is fent kell tartani, valamint hát a város 85 játszóterét is folyamatosan üzemeltetnünk kell. Itt az utóbbi napokban özönvízszerű esőzés zúdult Vas megyére, mondhatom, hogy talán az egész nyugati régióra. Nyilván ez a ti munkáitokat nem nagyon segítette. Vannak-e elmaradások, vagy tudjátok tartani az ütemtervet, hogyan sikerül ezeket a munkálatokat most elvégezni? Hát ezt az elmúlt öt év, most már mondhatom, tapasztalatai alapján, azt kell, hogy mondjam, minden évben van egy ilyen időszak, egy ilyen 3-4 napos hosszú esős idő, ami aztán okozza nekünk a valamilyen mértékű elmaradást, mind az egynyári virágok ültetésén, mind a fűnyírásban okozott egy kis fennakadást. Nyilván ezt mind túlórával, túlmunkával igyekezzük pótolni, aztán hát az időjárás függvényében ezt mindenképp be kell hoznunk, hiszen ezeket a feladatokat mindig teljesítenünk kell. Mit lehet mondani az alkalmazotti gárdáról, illetve a Szompark eszközállományáról, minden kielégítő és minden a megfelelő számban áll rendelkezésre? Nyilván egy önkormányzati parkfenntartó nem mondhatja azt, hogy minden tökéletes és minden jó, hiszen mindig szebbé és jobbá szeretné tenni a várost, és mindig elégedetlen az eszközállományával. Nyilván a gárda az mindig igyekszik a maximumot hozni, és igyekszünk mindig az optimális létszámot kialakítani, természetesen a rendelkezésre álló költségek függvényében, de emellett természetesen folyamatosan fejlesztjük mint az eszközparkunkat, mint a saját létszámunkat, és igyekszünk minél jobb technikákat alkalmazni. Ez idén gépjárműfejlesztésekben is megvalósult, valamint hát a rendelkezésre álló munkaerőnket is igyekszünk fejleszteni, mind képzésekkel, mind pedig hát minél nagyobb képzettsége rendelkező munkaállománynak a felvételével. Említettem, hogy itt nagy volt a csapadék mennyiség az elmúlt napokban, ez viszont előidézi azt is, hogy ilyenkor a kártevők és egyéb gombafajok felütik a fejüket, amelyek eddig egészen nyugalomban voltak. Nyilván most ezeknek az életvitele kicsit, hogy úgy mondjam, bedurran, kicsit elterjednek, ezek ellen nyilván védekezni kell. Annál is inkább, mert ahhoz képest
A sok éves átlaghoz képest viszonylag enyhetelünk volt. Ez ugye azt eredményezi, hogy a kórokozó gomba kártevők könnyebben áttelelnek, és hamarabb kezdik meg a károsításukat az adott növényeken, és hát ez ellen kell időben megkezdeni a növényvédelmi, közterületi növényvédelmi védekezéseket. Ezekről ugye tudni kell, hogy nagyon szigorú szabályok szabályozzák ezeket a védekezési formákat, mind a felhasznált szer tekintetében, mind a kijuttatás módjának meg kell felelni. Ezt például úgy hát lehet jellemezni, hogy például a közterületi növényvédelmi védekezések mindig éjszaka zajlanak. Tehát ez a nyilván a közterületen lévő a lakosság figyelembevételével olyan szert lehet használni, ami nyilván nem károsítja a gazdasági haszonnövényeket, valamint hát a nyilván a közterületen lévő esetlegesen éjszaka a nyilván az embereket sem. Hát megkezdődött már, gyakorlatilag nálunk már lement a gesztenyéknek, a gesztenyefáknak a védekezése, a gesztenyefák kárakozói elleni védekezés, és hát ezekben a hetekben fogjuk elkezdeni a gyertyánok, juharok, platánok, szivarfáknak a védekezését. Itt és ezek ellen természetesen mondom gombakártevők, valamint hát levéltetvek ellen történik majd a védekezés. Sokszor szokott esetleges gondot okozni, nyilván elsősorban az éjszakai munkavégzés, valamint meg kell említeni, hogy nyilván mivel sorfák és parkfáknak a védekezéséről van szó, ezért óhatatlanul előfordul az, hogy a parkoló autókon megjelenik a kijuttatott vegyszer, de nyilván ettől nem kell félni, hogy valamilyen kárt okoz a fényezésben vagy a karosszériában, mert ezek mind a felhasznált anyagok olyanok, hogy ez mosószeres vízzel könnyedén lejön, valamint hát akár egy komolyabb eső vagy zápor ugyanúgy le tudja mosni, tehát a védekezésnél megjelenő vegyszer meg kell nyugtatnom a lakosságot, hogy ez nem jelent kárt a gépkocsikban. Szavaidból úgy veszem ki, hogy általános munkálatokat végeztek, különösebb hír nem érkezett semmilyen városrész felől sem, hogy egy olyan kártékony rovar vagy egyéb más élőlény ütötte volna fel a fejét, ami eddig még sohasem, és nem tudnak ellene védekezni, hiába mennek el specialistához vagy agrárszakemberhez, mert nem, tehát házilag maguk nem tudják ezt megoldani, tehát ilyen itt Szombathelyen nincs, mert néha azért érkeznek ilyen hírek az országos médiából, hogy az ország egyes terület egy olyan faj üti fel a fejét, ami eddig még sosem volt Magyarországon, de hát ez gondolom időjárás függvénye elsősorban, hogy mi, hogy hol telepszik meg. Időjárás függvénye is, de el kell, hogy mondjam, hogy van egy új kártevő, ami a kiskertekben ugyanúgy megjelenik, mint közterületeken. Ez az úgynevezett selyemfényű puszpángmoly. Ez magyarul mindenki buxusmolynak hívja, mert a buxus a fő kártevője, növénye. Ez azt jelenti, hogy az ott található hernyók gyakorlatilag teljesen tövig rágják a kiskertekben díszítő növényként található buxust, és hát ezáltal olyan mértékű károkat okoznak, hogy olyan mértékben csökken a zöld felülete, lombja a növénynek, hogy gyakorlatilag nincs értelme megtartani. Ez vegyszeres védekezése, védekezhetünk ez ellen a kártevő ellen. Ez egy teljesen új kártevő. Nyilván ismert kártevő, de hazánkban ez egy viszonylag új megjelenési forma. Elég erőteljes vegyszeres védekezésre lehet ellene védekezni, viszont közterületen ez nem minden esetben megoldható. Jelen esetben mi a frekventált helyeken igyekszünk ezzel ellen növényvédelmi védekezésre védekezni, főtéren Tököliben, Rákóczi utcában. Ellenben több helyen olyan van parkokban, esetleg szobrok mentén történtek buxus kiültetések, amik már olyan mértékű károkat szenvedtek, hogy ezeket az utóbbi időben le is cseréljük, tehát új fajokat fogjuk, például loncot fogunk ezen ehelyett ültetni, és hát várunk a megfelelő új károkozóra, hogyha ezt szabad így mondani, de igyekszünk úgy kikerülni, hogy ne ezt a kórokozót részesítsük előnybe. Mert nyilván hát olyan növényfajokat kell ilyenkor kiültetni, ami minél jobban várostűrő, és minél kevesebb kórokozója van. És hát ez sajnos egy új kórokozó, amikor ez megjelen. Utolsó kérdésem az lenne, hogy van a Szomparknak ütemterve, hogy
koncentrikus körökben, vagy szakaszosan intézik a városrészek kertészeti munkáit. Van erre valamiféle stratégia, hol tartotok ebben? Van, természetesen van. Minden egyes fontosabb, egész várost érintően, ami tervezést igényel, arra komoly tervek vannak, mind az egynyári beültetést, mind a fűnyírás, mind a faültetést, mind a fametszéseknél. Ezek előre tervezett munkafolyamatok, és hát ezeknek megfelelően különféle városrészeket különféle formában veszük munkába. Elsősorban ezeket úgy kell elgondolni, hogy ahol frekventált jelentőségű, nagyobb összefüggő zöld felületek vannak, ott jelenünk meg elsősorban munkavégzés céljából, és hát utána a peremkerületek, valamint a bevezető utak mentén tudjuk ezeket a munkákat elvégezni, de nyilván ez attól függ, hogy milyen munkavégzési tevékenység folyik, és egyébként melyik időszakban történik ez a munkavégzés. Dávid, köszönöm, hogy itt voltál. Kedves nézőink, mi pedig megyünk tovább, hiszen a tegnapi napon, kedden a 3-as határnál egészen nagyszabású eseményre került sor, méghozzá a 3 szomszédos állam, Ausztria, Magyarország és Szlovénia államfői találkoztak. Hogy miért, azt most képekben mutatjuk. Az 1978-ban megalakult Őrségi Nemzeti Park festői környezetében a 3-as határpontján gyermekcsoportokkal együtt érkeztek kedden délelőtt a köztársasági elnökök az esemény helyszínére. A 10 évvel ezelőtt megalakult Őrség Ráb-Goricskó tájvédelmi park működése több szempontból is sikeres. Így ez a 3 park együtt több mint 100.000 hektár, több mint 100.000 hektár védett természeti területet találunk itt. A három parknak a munkatársai kezdetektől fogva nagyon sok mindenben együttműködnek. Közös vetélkedőre hívjuk a környékbeli gyerekeket, együtt járunk velük kirándulni, táborozni. Osztrák, magyar és szlovén diákok országaik népdalaiból adtak elő válogatást. A 3. alkalommal megrendezett találkozón a magyar államfő köszönetet mondott mindazoknak, akik a természeti értékek megőrzését választották hivatásuknak. És még egy dolgot szeretnék kívánni nekik. Azt, hogy azok a gyermekek, azok a fiatalok, akik most itt vannak velünk, és azok is, akik nincsenek most itt, azok ebben a munkában legyenek a szövetségesei a következő évtizedekben. Heinz Fischer osztrák államfő szerint a három park együttműködése bizonyíték arra, hogy közvetlen, egyszerű módon tudják megvitatni az európai kérdéseket. Brut Pahor szlovén köztársasági elnök kiemelte, mindhárom ország számára fontos a fenntartható fejlődés, a természet védelme, hiszen ez nélkülözhetetlen az európai nemzetek fejlődéséhez. Az eseményen elhangzott az is, hogy a természet szeretete és tisztelete is összeköti egymással azokat, akik a magyar-osztrák-szlovén határtérségben három ország és három nemzeti park találkozási pontján élnek. Amikor a természeti értéket szóba hozzuk, akkor elsősorban az emberre kéne gondolni, akinek ez a természetes élőkőzege, és arra az emberre, aki próbál normálisan élni. Volt egy világ, amiben nem a földgyorsultság volt a jellemző, nem a túlbonyolított technika volt a jellemző, és ez egy olyan világ volt, amiben jól érezte magát az ember, aki benne élt. A mai világban sajnos természet ellenes eszközökkel, azaz mesterséges eszközökkel kell azt a természetesnek tűnő környezetet kialakítani. Magyarország területén 10 nemzeti parkban gondoskodnak, amik háborítatlan természet megóvásáról. Az elmúlt 4 esztendőben több mint 35 milliárd forintot fordított a magyar állam a természet megóvására, szűkebb értelembe véve az élőhelyeknek a megújítására, és hasonló nagyságrendű összeget fordítunk a most nyíló új Európai Uniós programozási időszakban is, és hát azt látjuk, hogy nem hiába, hiszen felfedezik egyre többen nemzeti parkjainkat, itt az Őrségben ezt a különleges Őrségben és a Vennvidéken ezt a különleges mozaikos tájat. Azt látjuk, hogy évről évre megnő a látogatók száma a nemzeti parkokban. Érdemes tehát a befektetés, mind a mellett, hogy kötelességünk is, hogy a természetet megőrizzük unokáinknak.
Az államfői találkozón Áder János, Heinz Fischer és Borut Pahor is egyetértett abban, hogy a természetvédelem közös európai érték, a nemzeti parkok fenntartása és gondozása pedig együttműködést és fokozott figyelmet igényel. Kedves nézőink, folytatjuk műsorunkat az államfői találkozót követően. Itt stúdiónk vendége Kecskés László főorvos úr, a Markusovszky Kórház mellkasebészeti osztályának főorvosa. Tisztelettel köszöntöm. Köszönöm a meghívást, és tisztelettel köszöntöm én is a város lakosait és a tévénézőket. Főorvos úr, ma a Városháza termében egy előadás sorozatra került sor, ahol a dohányzás ellenes világnap alkalmával, ami minden év májusának utolsó hetében esedékes, mert hogy a világszervezet úgy határozott, hogy erről meg kell emlékezni, erről értesíteni kell, vagy tudatni az embereket, hogy ezt azért ne felejtsük el, mert nincs minden rendben, sőt semmi sincs rendben ezzel a bizonyos dohányzással. És most mondok egy olyasfajta képletet, amit nyilván főorvos úr majd kiegészít, hogy dohányzás plusz nikotin egyenlő tüdőrák, de ez a képlet azért nem ennyire egyszerű. Miért is, főorvos úr? Hát ezt érdemes egy picit talán kibontani. Hát mindenki hallott már, és felmérések szerint a magyar lakosság 97%-a tisztában van a dohányzás okozta ártalmak jó részével. Él azonban egy téves nézet, főleg a dohányosok tudatában, hogyha úgynevezett light vagy könnyű cigarettát szívnak, amiben nikotin szegényebb, vagy pedig pontosabban a fűszűrő az sokkal finomabb benne, akkor gyakorlatilag kisebb kockázatot vállalnak magukra. Hát el kell mondjam, hogy a tüdő daganatos betegségeit, a tüdőrákot, mondjuk így csúnyán ezt a nevet, azt nem a nikotin okozza, hanem maga a cigaretta, papír elégése során keletkező kátrányos különböző égés termékek. Úgyhogy egyáltalán nincs védve a csökkentett nikotin tartalom által senki a tüdőráktól. De van más probléma is ezzel. A szájüregi daganatok nagyon nagy mértékben megszaporodtak, a szájfenék, garat, gégerák, nyelőcsőrák, gyomorrák, bizonyos szempontból még nőgyógyászati rákokban is szerepet játszik, miután a nagyon pici korom szemcsék, illetve a különböző oldott alkaloidok átmennek a tüdő hólyagcsáin, és bekerülnek a véráramba, és távoli helyekre is eljutnak. Ugye a másik fő károsító tényező, ami jobban ismert a dohánynak, az a nikotin, amelyik elsősorban nem a daganatos betegségekért, hanem a szív- és érrendszeri betegségekért felelős, azáltal, hogy érszűkületet okoz. Érszűkületet okoz az agyban, érszűkületet okoz a szívkoszorú erekben, a végtagerekben és a legkülönböző szervereiben. És hát hadd mondjam el, hogy fiatal korosztályt is egy kicsikét ezzel szeretném alarmírozni, hogy a férfiak legvérdúsabb szervében is, mindenki kitalálhatja, hogy mi az, abban is érszűkületet képes okozni, úgyhogy gyakorlatilag a férfi impotencia egyik okozója lehet, ha valaki erős dohányos. De ugyanúgy a női fogamzóképességben, a fertilitásban is szerepe van. Ugye kell tudni, hogy a cigaretta nem csak ezt a nikotint és a kormot tartalmazza, hanem ezen kívül még legalább 4000 különböző alkaloidot és különböző vegyi anyagot, amelyek közül legalább 150-200 rendkívül súlyosan mérgező, amelyek a legkülönbözőbb betegségekért felelősek. Ugye egy döbbenetes számot kell elmondjak, percenként 17 ember hal meg Magyarországon csak a tüdőrák okozta, a dohányzás okozta különböző károsodások miatt, és hogyha megnézzük, hogy ez egy éves viszonylatban mit jelent ma Magyarországon, azt kell mondjuk, hogy egy kisebb vagy közepes nagyságú magyar város lakosságának megfelelő halálozásért felelős a dohányzás. 28 ezer ember hal meg évente Magyarországon a különböző daganatos és szív-érrendszeri betegségek következtében, ami kifejezetten a dohányzással függ össze. Sőt, statisztikusok utána néztek, és az elmúlt 4 évtizedben
1 millió magyar lakos haláláért felelős a dohányzás, tehát nem kis problémáról van tulajdonképpen szó. Mi a tapasztalat akkor, amikor önhöz fordulnak a betegek? Tehát ma elhangzott ezen a bizonyos előadáson, hogy egyik-másik teljesen meg vagy lepődve, hogy neki esetleg a dohányzásból fakadóan bármiféle tüdő problémája lehet, és ezt olyan nehezen veszik tudomásul, hogy ez a bizonyos szenvedélybetegségük, amire majd egy picit később még ki szeretnék térni, hogy ez valójában egyáltalán nem tesz nekik jót, de minthogyha ezzel nem nagyon lennének tisztában, vagy nem akarják elfogadni. Hát igen, van egy ilyen belső automatikus védekező reflex az emberek jó részében, a hárításnak a reflexe. Ugye elég mindennapos történet, miután a foglalkozásom az a mellkassebész, és épp ezért tevékenységünk legalább 30-40%-ában a tüdődaganatos betegségeivel foglalkozunk, azokat operáljuk, és gyakran kérdezik tőlem a betegek, amikor megmondom nekik, hogy tüdődaganatuk van, hogy ki kell a tüdő egy egész részét, vagy az egész tüdőt, vagy egyik egész tüdőt távolítani. És akkor megkérdezik, hogy ugyan mi okozhatta ezt a betegséget, és utána tudom, hogy a beteg dohányos, hiszen amikor kikérdezzük őket, akkor ezt elmondják. Akkor visszaszoktam kérdezni, hogy önnek nincs ötlete véletlen? És azt mondják ártatlan szemekkel, hogy csak talán nem a dohányzás miatt kaptam a betegséget, mondom, ő mondta, kitalálta. Tehát annak ellenére, hogy az emberek jó része tudja, hiszen látja is, hogy mi van a dohány paklinak az oldalára, mindenféle szörnyű dolgok föl rajzolva és ábrázolva és fölhívva, mégis úgy gondolják, hogy ez nem ő rájuk vonatkozik elsősorban, az valaki másra, valaki személytelen, harmadik ember erőre, de őket ez valószínűleg nem érinti, hiszen semmi panaszuk nincs, sőt, kitűnően érzik magukat, hogyha dohányoznak és felszabadulnak. De azért el kell mondani, hogy hosszú távon, főleg idősebb korban, az időskori agyi érelmeszesedésen keresztül az elbutuláshoz, az úgynevezett Alzheimer-korhoz is vezethet ez a betegség, sok minden egyebben túl. Mondott ma egy, hát szomorú, vicces, nem is tudom, a dohányzással kapcsolatban a költségekről, hogy mennyit meg lehet ezzel takarítani, nem is hinné az ember, és hogy azt a megtakarított pénzt mennyi mindenre lehetne fordítani. Igen, főleg akkor szoktam ezt a idézőjelben trükköt bevetni, amikor viszonylag szerényebb anyagi helyzetű betegeim vannak, akik tudom, hogy dohányoznak, és megkérdezem, hogy ugyan miért nem viszi már el a férjét vagy a feleségét 2 vagy 3 hétre jövő évben a Rivierára all-inclusive ellátással, természetesen repülővel, és azt mondják, hogy főorvos úr, mit képzel, nem vagyunk mi olyan gazdagok. Csak mondom, akkor kezdjünk számolni együtt. Ön is dohányzik? Igen. És a feleség? Hát ő is. Hát ugye ez alsó hangon mennyi? Ez 50 000 forint havonta? Hát annyi azért megvan. Akkor ezt felszorozom az évre, az ugye az 600 000 forint. Hát 600 000 forintból csodálatos programokat lehet lebonyolítani, és akkor az emberek egy kicsit úgy meghökkennek, megdöbbennek. Hát, hogy aztán ez hat-e vagy nem, vagy csak az hat, hogy a mellkasi műtétek fájdalma, mert azért az megvan, de azért nekem sok betegem ezek után sikeresen leszokott a dohányzásról, persze sok van olyan, aki visszatért rá, ezt is el kell mondani őszintén. Főorvos úr, az, hogy nikotin hiány. Létezik ilyen a szervezetre nézve, mert most hódít az elektromos cigaretta, meg próbálják magukat tapaszgatni szegény szenvedélybetegek ezekkel a nikotin tapaszokkal, de van olyan, hogy tehát amikor a szervezetnek konkrétan nikotinra van szüksége, mert alapvetően szerintem a szervezetnek nincs szüksége nikotinra, tehát ez a dohányzás, ez egy káros pótcselekvés, nem? De bár. Kettős a dolog. Egyrészt van egy drogszerű hatása a nikotinnak. Az erős dohányosok majdnem olyan mértékig függővé válnak a nikotintól, mint a herointól, vagy más egyéb kemény drogtól. Éppen ezért a leszokás nem is túl könnyű. Vannak a leszokásra megvonásos tünetek, idegesség, nyugtalanság, hányinger, alvás, hiány, és másik oldalról pedig, amit említett Erkész úr, valóban van egy szokás is, ami kapcsolódik a dohányzáshoz. Az, hogy egy jó, bőséges vasárnapi étkezés után elnyújtózva milyen jó rágyújtani egy cigarettára, vagy egy kávé mellett milyen jó
rágyújtani a cigarettára, vagy egy jó ízű beszélgetés közben milyen kellemes egy kicsit pöfékelni és nagy karikákat eregetni a levegőbe, hadd ne mondjam, hogy egy jó sikerült rendezvúnak akár a mellékterméke vagy kelléke lehet egy dohányzás. De mégis azt kell mondjam, hogy ezek a szokások, ezekről sem túl könnyű lemondani. Tehát aki egyszer le akar szokni a dohányzásról, először is agyban és fejben kell eldöntse, hogy le akar szokni. Mindenki olyan szempontból tájékozott, hogy tudja, hogy ez nem jó. A következő lépés, hogy elhatározza, hogy leszokik. A harmadik lépés pedig, hogy adott esetben forduljon szakemberhez, akik ebben segítséget nyújtanak ön neki. Főorvos úr, én köszönöm szépen, hogy itt volt. Nézőinknek pedig következik a Premontrei Gála összefoglalója, ez múlt pénteken volt, az iskola újraalapításának 20. évfordulója alkalmából egy nagyszabású ünnepséget csaptak a premontreisek íme. Éppen 20 éve a rendszerváltást követően indulhatott újra a Premontrei Gimnázium Szombathelyen. Addig az országban csak egyetlen egyházi intézmény működhetett. Ma már 19 osztályban 560 diák jár. Az idei tanév a jubileumról szólt, tartalmas programsorozattal ünnepelték a kerek évfordulót. Koncerteket, előadásokat, vetélkedőket, kirándulást szerveztek a diákoknak. Nagyon tetszik, hogy most idén nagyon sok programunk van és sok szünet, de főképp, hogy nagyon érdekes programjaink vannak. Nem megszokottak, amik minden évben. Az iskola szép eredményeket, sikereket tud felmutatni. Sok-sok tehetséges diákjuk van, akik tanulmányaik során több nyelvvizsgát szereznek, valamint hazai és külföldi egyetemeken tanulnak tovább. Dr. Horváth Loránd Ödön, premontrei apát, az öreg diákokkal együtt vette azt a bátorságot, hogy a rendszerváltást követően újraindította azt az iskolát, azt a premontreit, amelyiket 46 évre bezártak. Hát újrakezdeni, újra élni, mondhatnám azt, hogy ecce vivimus, íme élünk. A jubileumi programunk tulajdonképpen arról szólt, hogy mind lelki, mind pedig testi és szellemi téren nyújtsunk valami töbletet a diákjainknak. De ne csak a diákjainknak, a miénkeknek, a premontrei diákjainak, hanem valahol a városon kívül is tegyünk valami jót. A jubileumi tanévet nagyszabású gála zárta, amelyen közel 400 vendég vett részt, köztük öreg diákok is. Fazakas Zoltán Márton, a csornai premontrei prépostság kormányzó perjele köszöntőjében felidézte az elmúlt 20 év nehézségeit és eredményeit. Az ünnep és az idő szorosan összefüggnek. Amikor ünnepünk, mintegy kilépünk a jelenből, megállítjuk az időt és megidőzzük a múltat. Ezt ti, kedves fiatalok, még nem érzitek annyira, hogy milyen fontos ez nekünk. Mi is rádöbbentünk, hogy már 20 éve újraindult a Premontrei Gimnázium. Sokunknak észrevétlenül elszaladt a 20 év, hisz állandó kemény munkába telt el. Építés, újjáalkodás, működtetés, közösségépítés, emberi nagyságok és emberi mélységek jelennek meg előttünk. Derűs és borús napok is. De egy biztos, 20 évvel ezelőtt újrakezdtünk. Történelmi lehetőséget kaptunk. A köznevelésért felelős államtitkár hangsúlyozta. Az elmúlt két évtized megmutatta, hogy az egyházi iskolák képesek értéket hozzáadni az ezer éves magyar oktatási rendszerhez. Mára már közel negyed évszázaddal a rendszerváltozás után látjuk azt, hogy az egyházi iskolák képesek voltak újra mindazt az értéket hozzáadni az iskolarendszerhez, ami az egyházi iskoláknak, az ezer éves magyar iskolarendszernek egyébként értéke és megtartó ereje volt. Így minden olyan iskola fontos, ahol az oktatás mellett egy olyan töbletet tudnak magukkal vinni a hátizsákjukban a gyerekek az érettségi után, ami nem csak a tudásról, hanem a hozzáadott emberi tartásról, tiszteletről, becsületről szól, és nyilván ez az egyházi körben, az egyházi fenntartói körben egy a fenntartóhoz kapcsolódó értékrenden belül jobban hangsúlyos.
A gálán bemutatkoztak az iskola fiatal tehetségei, táncosok, zenészek, versmondók, énekesek. A Szavária Szimfonikus Zenekarral közösen volt diákok is felléptek, akik szép sikereket értek el a művészeti életben. Nagyon tetszett a rendezvény sokszínűsége, főleg a táncos műsorok. Tetszett, hogy régi diákok és mostani diákok is felléptek, akiket ismerünk. Nagyon tetszett a néptánc, és ezt nagyon jó dolognak tartom, hogy a 20 éves évfordulót megünneplik, és ilyen fontos az iskola története és történelme. Ezzel a gálával zárult a gimnázium jubileumi programsorozata. Kedves nézőink, ahogy ígértem, műsorunk utolsó harmadában egy picit régészkedünk, hiszen a héten lesz a régészet napja. Nálunk itt Szombathelyen pedig kétnapos rendezvénnyel várják az érdeklődőket, pénteken is, szombaton is, de miután ebbe belevágnánk, üdvözlöm stúdiónk vendégét, Sosztarics Ottót régészt. Jó estét kívánok! Mielőtt ezekre rátérnénk, egy picit járjuk körbe, hogy hol tart ma a régészet nálunk itt az ország nyugati szegletében, de hát bármelyik területet mondhatom, rengeteg lelőhelyel rendelkezünk, rengeteg régi korabeli maradvány maradt ránk az régi korokból, de itt nálunk, minek utána római kolónia voltunk, mi pláne gazdagok vagyunk. Mivel büszkélkedhet Szombathely? Mi mindennel? Nyilván erre most ez a kis blokk kevés, de egy picit foglaljuk össze talán a régészet lényegét. Ha Szaváriával és római korral kezdjük, akkor mindenképpen hát alattunk él egy város. Tehát a mai működő lüktető város alatt szunnyad egy egykor volt gyönyörűséges időszak, római kor Szaváriával. Kevés ilyen város van, Pécs, Sopron, Óbuda, Győr, nagyjából talán is mondtam az összeset, és egyszerűen az a gond az egésszel, hogy ebből nagyon-nagyon kevés dolog látható. És itt mindjárt rögtön utalhatok arra, hogy a régészet önmagában egy öncélú dolog lenne, hogyha szép tárgyak vagyis a romok bűvöletében lenne, tehát nekünk az a feladatunk, hogy ezeken az ásatásokon, a feltárt leleteken, maradványokon keresztül a múltból próbáljunk valamit megőrizni, próbáljunk valamit exponálni, próbáljunk valami hasznosat, valami szépet, valami útra valót a mai kor embere számára. Ebben felemás eredményeink vannak. Tehát egyrészt mondjuk ott van az Ízeum, másrésztről pedig itt a városban tényleg igaz, hogy bárhol ásunk, találunk valamit, de mindig ott áll az utca egyszerű embere, aki mindig megkérdezi, hogy honnan tudjuk, hogy itt van. Tehát egyszerűen nem érzékelhető az, hogy a város alatt ilyen jellegű dolgok vannak. De a római kor csak egy nagyon-nagyon szűk szelete a régészetnek. Hál' Istennek, ugye szűkebb környezetünk, Szombathely határa, vagy a megye elképesztően gazdag. Tehát ne menjünk messzebb itt mindjárt Sé határában. Itt tárták fel Magyarországon az első neolitikus részkori erődített telepet. Aztán kicsit arrébb, ugye egy gyönyörű kirándulóhely, Velem-Szentvéd, amely mind a kelta időszakból, mind pedig a bronzkor időszakából meghatározó jelentőségű, tehát nemzetközi rangú telep, és hát a közelmúlt ásatásai közül, vagy régészeti fontos eredmények közül nem szabad elhallgatnunk, ugye a 86-os útépítéshez kapcsolódó kisebb feltárásokat, amik közül az egyik egészen rendkívüli eredménnyel zárult, hiszen Pósva és Szereste között egy fantasztikus germán temető látott napvilágot a maga 110 sírjával, ez a 6.-7. századra tehető germán népesség temetője, elképesztően szép ékszerekkel, tehát minden olyasmi, amit olyan csábító szokott lenni, legalábbis hogy a tévén keresztül, vagy szép fotóalbumokon keresztül
az emberek számára, amiből aztán már hál' Istennek törekszünk arra, hogy ebből minél hamarabb, minél többet meg tudjunk mutatni. Tehát ősz végétől novemberben ebből már a nagyon szép kiállítás lesz, de hát láthatjuk, hogy nem múlik el úgy építkezés azért még mindig itt Szombathely környékén, hogy legalább egy futópillantásra régész kollégáim ne vessenek rá az árkokra nézvén, hogy netán valami előkerül-e. Mennyit változott a régészet az utóbbi évtizedekben? Ugyanúgy, ugyanabban a szisztémában tárják fel a lelőhelyeket, vagy azért változott valamit? Hát a leletfelderítés módszerei elképesztően megváltoztak. Tehát ha csak arra gondolunk, hogy mondjuk mennyire általános lett a levegőből, tehát a repülőről légi felderítés, ez abszolút a második világháború után vált általánossá. Most nagyon csúnyán fogalmazok, unatkozó angol pilóták találták ki ezt a műfajt, ezt rájöttek arra, hogy hát onnan föntről lehet, hogy a kő nem látható, de nagyon sok minden látható. Föntről romok, egykori utak, nyomvonala, épületek nagyon szépen kirajzolódnak. A másik pedig, amit mindenki tud, ennek az összes előnyével, összes hátrányával, ez a fémkereső műszer. Erre egyetlen egy példát hadd mondjak. 1955 és 61 között Szentlélki Tihamér ásatásaiból az izomból 14 darab római pénz származott, 2001 és 10 között a mi ásatásunkból pedig 2100. Tehát ez azért érzékelteti, hogy a modern módszerekkel történő kutatásnak legalábbis ilyen egyszerű számadatokban is mérhető különbségei vannak, de azok a finom laboratóriumi módszerek, ahol pollenekből, magokból, ember és állatcsontokból egészen elképesztő dolgokat, betegségeket, a táplálkozási szokásokon át az ég egyatta világon ma már rengeteg dolgot meg lehet mutatni. Ez mind-mind az elmúlt néhány évtized eredményeképp épült be a hazai és a nemzetközi régészet módszertanába. Jelen korunkban én egy picit most jelenleg úgy érzékelem, hogy a természettudományok előtérbe kerülnek, és ezek a régi értékek, kultúra, bölcsészet egy picit háttérbe kerül, de mégis, amikor elkezdenek feltárni egy helyet, most például épül egy út, legyen az a 86-os, és feltárnak valamit, egyből hívják a régészeket, hogy mentsük, ami menthető, de miért kell menteni, ami menthető? Tehát mit ad ez egy településnek, miért kell ezeket a cserépdarabokat, ékszereket, stb. Eltenni a vitrinekbe, megőrizni az utókornak, mit ad ez nekünk? Ez provokatív a kérdés nyilván, de mit ad ez nekünk? Mert ennek értéke van nyilván. Egy kis furcsa történettel hadd kezdjem. Szóval amikor annak idején ugye bombázták Dubrovnikot, és az UNESCO képviselője felszólalt a szerb parlamentben, mondván, hogy hát nem illik ilyet csinálni, akkor azt mondta egy gőzös fejű képviselő, hogy építünk szebbet és régebbit. No, ez a dolog, ami biztosan nem fog menni. Tehát azt tudomásról kell venni, amely valamely építkezés vagy nem szándékolt kártétemény következtében, ami elpusztult, azt nem lehet visszaállítani. Tehát ott egyszer és mindenkorra a történelmünk egy, nem tudjuk, tehát ha nincs ott szakember, nem tudjuk még azt sem megítélni, hogy fontos vagy, kevésbé fontos része, de egy biztos, hogy maradéktalan és visszavonhatatlanul megsemmisül. Tehát régészeti emlék semmisül meg, és történelmi forrás semmisül meg. A régészetet szokás a történelmi segédtudományoként nevezni, ez csak részben igaz, legalábbis én így gondolom, hiszen például az őskor esetén, hát szinte az egyetlen olyan dolog a régészeti ásatás, ahonnan információkat lehet beszerezni. Tudjuk, hogy a rómaiak méretetlen grafománok voltak, de ha mondjuk azt számba vennénk, hogy Szaváriáról mi az, amit antik források megőriztek, tehát mi írásos feljegyzések, hát komolyan mondom, két gépelt oldalra ráfér. Minden mást, amit tudunk, régészeti feltárások eredményeképpen ismerhettük meg. Tehát ez a történeti múlt megismerésének
egy, úgy gondolom, mind a mai napig pótolhatatlan eszköze. Hogy az egy más kérdés természetesen, hogy ezzel a megmentett rengeteg kincsel, a benne lévő információval és ennek a dolognak az üzenetével aztán az utókor mit kezd, ez azt hiszem inkább már kulturpolitikai kérdés, nem régészeti probléma. Van-e olyan jelenlegi lelőhely, akár egész Vas megyét tekintve, vagy itt Szombathely környékén, ami most úgy néz ki, hogy hihetetlen nagy kincset rejt magában, vagy jelenleg egy picit távolabbra kell menni most az országban, hogy erről tudósítsunk jelenleg? Hát van, persze, természetesen. Tehát ha már Szaváriára utaltunk, hát Szavária fórumának a déli szélét karistoltuk idáig. Az egykori főteret, az itt állt valahát épületekből gyakorlatilag semmit se ismerünk, de mondhatnám körülbelül 3-4%-ra lehet tenni azt a mennyiséget, amit Szaváriából ismerünk. Az, hogy mennyi őskori, névvándorláskori, középkori abszolút ismeretlen lelőhely van még a földben, azt igazándiból megsaccolni sem lehet. Tehát elképesztő mennyiségű kincs van még a földben, és úgy gondolom, hogy ha nem veszélyezteti ezeket a dolgokat, éppen semmi sem, nem épül autópálya, út, pláza, bármi, ami mondjuk ebbe a dologba kárt tehet, nincs olyan jellegű mélyszántás mondjuk, akkor úgy gondolom, hogy ezek most meglehetősen jó helyen vannak ott a földben. Picit térjünk rá akkor a pénteki és a szombati programokra, hiszen gyermekeket, felnőtteket egyaránt várnak a Romkertbe és az Izeumba. Mi várható? És természetesen kint a Pásztor utcában, a látványtárunkban. Én úgy gondolom, hogy a régészet azért annak ellenére, hogy nincs ma a közgondolkodás homlokterében, azért még mindig megmozgatja a kicsiknek, a nagyoknak a fantáziáját egyaránt. Amit mi szeretnénk, megismertetni a régészet munkáját, talán, ahogy ön is kérdezte, hogy a mai, ugye ennek az évnek a központi gondolata a feltárás módszertana. Valójában tudni kell ám, hogy Magyarországon másodszor van régészet napja, itt Szombathely tavaly is benne volt, nagyon vastagon. A Romkertben szombaton lesz igazándiból mindegy, hát bizony 1938 óta ismert és nagyon fontos régészeti lelőhelyünk bemutatása. Tehát ott inkább a végeredményt lehet látni, meg egy icipicit most fájó szívvel mondom meg talán azt is, hogy mivé lesz, hogyha nem vigyázunk rá teljes vehemenciával. A pénteki nap mind a látványtárban, mind pedig az Ízeumban elsősorban a gyermekek számára van kitalálva, egésznapos régészeti játszóház. Tehát gyerekek tényleg a feltárás módszereivel, eszközeivel, szerszámaival ismerkedhetnek meg, rajzolhatnak, gyakorolhatják mindazt a munkát, amivel a régészet dolgozik, és egy icipicit talán a gyakorlati régészeti munka mellett a rekonstrukcióba, például a kísérleti régészet, kőpattintás, ilyen jellegű dolgok, őskori házépítés, a táplálkozás, tehát kicsit megkóstolható történelmet exponál itt a régészet. Mi az Izaumban a gyermekek mellett egy picikét a felnőttekre is gondoltunk. Délután két előadás fog elhangzani. Csapláros Andrea az osztrák múzeumokban őrzött magyar régészeti emlékekről fog beszélni, én pedig, bár nem szeretem ezt a szót, a régészeti szenzációkról, itt a Vas megye néhány kiemelten fontos leletének előkerülési körülményeiről szeretném a megjelent hallgatóságot tájékoztatni. Sosztarics úr, ennyi fért a beszélgetésünkbe. Köszönöm, hogy itt volt. Kedves nézőink, mai műsorunkban is mindössze ennyi fért. Bízom benne, hogy ma sem bánták meg, hogy minket választottak. Most jön a híradó. Én munkatársaim nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!